Sziasztok, ez a Sajtóklub, itt vagyunk az évvégi beszélgetésen. Itt van velünk Ábrahám Barnabás. Sziasztok. Gyebnár Dávid. Sziasztok. És Lantos János is. Sziasztok. Én pedig Faragó Dániel vagyok, és arról fogunk beszélgetni, hogy miért veszítette el szerint, nem fogunk szakmázni, de mégiscsak elveszítette Sir Lewis Hamilton a Forma 1-es világbajnokságot az utolsó futamon. Ugye ezt utána még kettőször is megpróbálta orvosolni, ahogy olvashattuk ezt a Kuruc infón is, és a magyarjelen.hu-n is, mi erről a véleményezek, és az egész Sir Lewis Hamilton jelenségről. Hát én Sir Lewis Hamiltonnal sokat foglalkoztam ugye a Kuruc infó hasábjain a heti progresszió rovatomban is. Hát, mondanám, hogy sajnálom, de egyáltalán nem. Kárőrvendőnek se akarok tűnni, de egy kicsit az leszek. Kellett most ez a pofára esésnek, én úgy gondolom. Mindenféleképpen nyilván ez most az, hogy a közéletben mit csinál, nem fogja befolyásolni, tehát ugyanúgy lesz neki hátszele bőven, nyilván anyagi hátszele is, lovaggá is ütik, ugye ez is most lesz, tehát apró pofára esés ez ahhoz képest, hogy mit képvisel és kik állnak mögötte, de mondjuk úgy, hogy azért legalább van minek így évvégén is örülni. És hát amilyen körülmények között történt ez ugye az utolsó körben. Mondjuk azt, hogy ez egy kis isteni helyreigazítás volt, fogalmazzunk így. Dávid? Ugye hát nálunk is visszatérő szereplő volt a magyar jelenen, tehát nekünk se kell őt bemutatni. Viszont a jól is emlékszem, amikor előtte is volt valami, amikor kilökte a riválisát a ringből, ugye volt egy több, ütközés. Több ilyen volt, igen. Egy megmaradt bennem, hogy volt egy ilyen ütközés, ami után elvileg őt ki kellett volna zárni, és azt hiszem csak egy pár másodperces vagy perces büntetőt kapott. Tehát, hogy azért látszik, hogy mintha politikai alapon vele, hogy kivételeznének is a bírák. De hát ugye nem is feltételezünk ilyet a FIA-ról, vagy melyik ez, vagy a FIFA-ról, hogy esetleg politikai alapú döntéseket. Nem, dehogy, és hát ők nem szoktak ilyeneket. Hát. Na, de hát az eredeti kérdés az úgy szólt, hogy miért veszítette el a világbajnokságot. Hát ha van tippetek. Hát ez nem tipp, hát egész egyszerűen azért, mert kevesebb pontot szerzett, mint Verstappen. Tehát én a politikai vonzatait azt nem kívánom megismételni. Én inkább annak örülök, hogy nem előzte meg Schumacher rekordját, tehát nem lett 8-szoros világbajnok. Még. Hát 36 éves, azt nem biztos, hogy sokat fog már versenyezni, még lehet egy-két szezon benne van, aztán nincs tovább. Úgyhogy én ezt a kis személyes szállat hozom be, tehát gyermekkorom nagy kedvence Michael Schumacher, úgyhogy én azóta nem is nagyon nézem, vagy követem azért a Forma 1-et, bár tudom, hogy a fia is versenyez, csak sajnos még elég versenyképtelen autóban, de reménykedjünk, hogy jövőre vagy pár éven belül átülhet egy olyan istállóhoz, ahol azért fel tudja venni a versenyt a mezőny többi tagjával, és meg tudja mutatni azt, hogy az alma nem esett messze a fájától. Azért emlékszünk, hogy a tavalyi szezon után Hamilton, miután megkapta a világbajnoki címet, és hazament ugye a trófeával, és a britteknek ott megmutatta, azzal került be utána a holt szezonban a hírekbe, hogy olyan divat bemutatót és olyan gálákat alapított, ahol csak és kizárólag fekete modellek vehettek részt, és a feketékhez illő ruhakölteményekben vonulhattak végig Sir Lewis Hamilton pénzén. Hát azért azt elképzelhetjük, hogy milyen botrány lenne abból, hogyha valaki, persze nem én, csak valaki felvetni annak a gondolatát, hogy akkor Hamiltonnak is lehet, hogy csak a külön kéne egy fekete mezőnyben. Hát akkor magával versenyezne, igen, ezért, mert azért túl sok fekete pilóta a Forma 1 történetében nem volt. Ezek elrugaszkodó gondolatok, és szerintem ne is kárörvenjünk azért ennél többet, mert a hazai vizeken is van mit söprögetni. Jöjjünk vissza. Ugye régeségen itt már lezajlott az előválasztás, és a magát jobboldalinak hazudó Márki-Zay Péter lett a liberális ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, és azt látjuk, hogy minthogyha a győzelme után némi zavar támadna az erőben, és kezdenének mögüle, ha nem is azt mondom, hogy kihátrálni a baloldali pártok, de a mögé való beállásnak a dinamikája, minthogyha nem lenne az elvárt szinten több elemző és több baloldali politikus szerint. Most akkor kezdem én. Én úgy látom, hogy Márki-Zay Péter azóta, hogy megnyerte az előválasztást, legfőképpen egy ilyen elszabadult hajóágyúként funkcionál, tehát kapásból, ami úgy nagyon átment a köztudatba, mint gondolata, ötlete, az, hogy használj kevesebb vizet otthon, ne fűtsél annyira, vegyél kisebb autót,
és nem kell minimálbér. Kihagytam még valamit? Kihagyott valamit? Hát igazából nem nagyon tud kihagyni, mert tehát, hogy nagyon kevésszer jelenik meg például úgy, hogy az bekerül mondjuk az országos sajtóba ténylegesen. Tehát, hát ezekkel kerül be az országos sajtóba, be, de ezek meg védhetetlen kijelentések a baloldal szempontjából is. Tehát, ami bekerül, az is védhetetlen, igen, magyarul. Igen, igen. Tehát megdolgozik Márki-Zay Péter a Fidesz kétharmadáért, tehát lehet ezt mondani, vannak ilyen vélemények is. Én is több helyről hallottam már ezt a teóriát. Tehát elég gyorsan változnak a dolgok, tehát itt még két hónappal ezelőtt egy ilyen messiás várás volt magukat jobboldalinak mondók körében is, hogy itt van Márki-Zay Péter, és leváltotta az ellenzéket, s a többiet ismerjük, ezeket írtunk is erről a jelenségről. Most nem hallom már ezeket a hangokat. Tehát szerintem gyorsan leszerepelt. Amikor ugye ezeket mondta, hogy úgy csökkentjük a rezsit, hogyha kevesebbet fogyasztunk, erről Paris Hiltonnak az a póló jutott eszembe, hogy fejezd abba, hogy szegény vagy. Az a stop being poor. Hát, gyakorlatilag. Igen. De amúgy egy kevesebbet szerepel mostanság. Ugye amikor megválasztották, akkor rengeteget. Még a BBC is csinált vele nagy interjút, elment a szlovák laphoz is. Mondjuk ezt karácsonyan nem tudta volna a BBC megcsinálni. Hát igen. És a lényeg az, hogy utána azt vettem észre, hogy a DK részéről is, meg ugye most a globalisták ügyvöskéje, Donát Anna is odaszólt neki, hogy jó lenne, hogyha csendben maradna és nem beszélne hülyeségeket. És szerintem ez állt a háttérben, hogy így a szövetségesei szóltak neki, hogy ha nem tudsz mit mondani, vagy ha nem tudsz csak baromságot mondani, akkor inkább nem mond semmit. Hát igen, gyakorlatilag a baloldalnak az lenne a célra vezető stratégia, hogyha azt csinálnák vele, mint Joe Biden-nel, hogy becsukták egy pincébe. Csak ugye ezzel nem lenne megoldva a dolog, mert Márki-Zaynál van internet és egy webkamera, és ugye ezeket a bődületes hülyeségeket otthoni körülmények között szokta elmondani, tehát lehet, hogy Gyurcsány Ferencnek valamiféle kommandót kellene szervezni, hogy az internetkábelet elvágják, és akkor megnövekednének a baloldal esélyei. Hát szerintem, amikor volt ez az előválasztás, nem gondolták volna, hogy ő nyer, legalábbis én így gondolom. Meg most nem akarok annyira elkalandozni, de szerintem az is egy fontos aspektus ennek az egésznek, hogy volt ez az előválasztás, akkor ez a nagyon, nagyon erős baloldali hype ugye minden erről szólt. És szerintem azért is volt hibás stratégia ezt az előválasztást egyáltalán így megrendezni, nem csak azért, hogy aki nyert, mert kellemetlen nyilván a személye akár a Gyurcsány kliknek, hanem még túlságosan sok idő volt a választásokig, róluk szólt minden, és az a hype ilyen nagyon látványosan most alább hagyott. Ami valamilyen szinten törvényszerű, mert akkora túlsúlyt nyilván nem lehet egészen áprilisig fenntartani. Most nem csinálnak semmit, de akkor meg minden róluk szólt, nagyon nagy a kontraszt. Szerintem már csak ezért sem volt jó ötlet az előválasztás, nyilván szerintem az itt ülők közül senki se fog sajnálkozni emiatt. Hát sajnálkozni semmiképp, illetve most azért azt látjuk, hogy az előválasztás után egymással elkezdtek rivalizálni. Hát a szocialisták, a Momentum, az LMP talán most a hetekben jöttek ki egyáltalán a külön listájukkal, amit persze majd össze kell fésülni a többi pártnak a listájával, és egyébként meg Márki-Zay Péter is bejelentette, hogy ő is igényt tartana egy 7-8 vagy akárhány fős frakcióra, tehát ennyi befutó helyet szeretne a listán, ugye hát ők egyéniben nem nagyon fognak tudni labdába rúgni, mert az ő jelöltjeik nem indultak, mert még a pártját sem sikerült neki megalapítani. Szóval teljes kacsfasz az egész, viszont van Márki-Zay Péter politikai karrierjében és életében is biztos pont, ez úgy tűnik, hogy egyelőre még Hódmezővásárhely, hiszen ennek a településnek a polgármestere, és miután Lázár Jánossal együtt jóízűen felszállt a vadonatúj vagonokra, és kipróbálta az új Hódmezővásárhelyi trendjét. Egyébként én is kipróbáltam. Trendjét. És milyen a trendjén most, hogyha már így? Vannak még hibák, de összességében nem rossz. Mondjuk a 30 perces menetidő az inkább ilyen 1 óra volt, meg ilyen indokolatlan. Most kicsit tájékozott, mert ez közúton mennyi lenne egyébként autóval Vásárhelyi Szeged között? 20 perc maximum. Ahogy Dávid mondja, 20 perc. Tehát azért ilyen 1 óra volt, de hát ugye azt mondják, hogy ez tesztüzem. Meg egy lakott területen kívül 100 helyett 80 km/h megy egyelőre, óránként közlekedik. Egyébként olyan volt, mint a heringjárat, tehát most mindenki azt akarja kipróbálni. És mondom, ilyen indokolatlan nyikorgások, meg fűsüketítő zajok azért még előfordulhatnak, de hát magában véve nem rossz a dolog, tehát ami jó, azt ismerjük el, hogy az ötlet maga az nem rossz.
Márquezay Péter is megpróbálta ennek leharatni a babérjait ennek a trendtelén dolognak, hogy ő azért szeretné mutatni, hogy nincsen teljesen elszigetelve, és bár nem tudjuk, hogy a trendtrént végül kipróbálta-e vagy nem, de végül Izrael nagykövete is Hódmezővásárhelyre érkezett, hogy megtekintse. Hát együtt kipróbálhatták volna. Az volt a téma, hogy meglátogatták együtt a Holokauszt Múzeumot Hódmezővásárhelyen, mert hogy ott is van ilyen. Mi erről a véleményetek? És természetesen zsinagóga is, tehát azt is, zsinagóga azt is. Akkor elmaradhatatlan. Lehet, hogy tárgyi tévedésbe estem. Lehet, hogy csak zsinagóga található Hódmezővásárhelyen? Mindkettő. Mindkettő található Hódmezővásárhelyen, akkor már kezdve... Nem vagy elég művel. Legalábbis a saját Facebook bejegyzésének a tanúsága szerint igen. Úgyhogy... Egyébként itt érdemes... Miért ne lenne? Hát mindenhol van. Hát. Most erről eszembe jutott, bár ezt a témát nem egyeztettük előre, de szerintetek, Dávid, szerinted megtette már azóta az Ózdi Jobbikos Farkas Péter Barnabás a látogatását itt a Dohány utcai épület együttesben? Megtörtént? Nagyon csend van erről nem nagyon hallottunk semmit. Hát igen, megígért, hogy eljön Kanosszát járni, és nem láttam az eredményét. Nem lehet, hogy meg kellene kérdeznünk. Mondjuk, megjegyzem, azt még azelőtt ígérte, hogy versenyben volt. Lehet, hogy mióta ugye már nem aktuális neki ez az egész megmérettetés. Ráér. Annyira már nem tartja fontosnak. Akkor nem egy őszinte dolog volt ez? Hát nagyon meglepődtem, de hát igen. Az alapolgármesteri pozícióját is elvesztette, tehát... El. Tehát hiába a bocsánatkérés van egy nép, amelyik nem bocsájt. Ezt nem fogjuk tudni kibogozni, hogy most megtörtént-e nem. A nézőket kérjük, hogyha valakinek van információ, akkor egy linkkel lássa el majd a komment szekcióban. Esetleg egy fotóval. Vagy egy fotóval, mi inkább hálásak tudnánk lenni. Hát, ha integet egyet a múzeum előtt a sajtónak. Jó, menjünk egy picikét tovább. Megemlékezést tartott Németh Szilárd Kőszegen, és ennek a megemlékezésnek ismételten az volt a lényege, hogy a Fidesz egy új múltat, egy saját múltat ír magának, és a történelmet megpróbálják egy sajátos valóságértelmezési keretbe beleszuszakolni. Barnabás írtál erről a Kuruc Infón az elmúlt héten. Mi volt pontosan a történet? Na hát ez úgy nézett ki most dióhéjban, mert nagyon hosszan lehetne erről beszélni. Kőszegen volt egy megemlékezés, a Honvédség is részt vett rajta, és ugye mint Honvédség, honvédelmi államtitkár ugye a német úr is ott volt. Kis altábornagyról volt ez a megemlékezés. Két világháború között volt katonai karrierje, aztán 39-ben nyugdíjaztatta magát, mindegy. 44-ben pedig egy olyan Bajcsi Zsilinszky Endre féle körrel működött együtt, akik ugye azon dolgoztak, hogy a vörösök elleni honvédő háborút azt ugye hogyan aknázzák alá, hogyan vessék ugye destrukció áldozatának ezt az egész harcot ugye a bolsevizmus ellen. És ezt az embert Kis János altábornagy egyébként, utca is viseli a nevét, akár Budapesten is, de több helyen. Méltatta ugye Német ebbe a megemlékező beszédébe, mert hogy Kőszegen van eltemetve. Nyugdíjaztatása után oda költözött, 39-ben, és azért oda van eltemetve, és ugye lényegében ezt az embert az államtitkár úr úgy nevezte meg, mint egy ilyen követendő példát a magyar nemzet, illetve hát akkor nyilván a katonák számára is. Hát nagyon elkeserítőnek találtam, hogy egy papíró jobboldali vezetés olyan hősöket támaszt ugye a nép elé, vagy olyan hősöket mutat be, követendő példaként idézőjeles hősöket, akik ugye az igazán fontos órákban az ellenség malmára hajtották a vizet a saját nemzetük helyett. De hát nyilván mindenkor olyan, amilyen példákat állít ugye a lakossága a nemzet elé. És hát nyilván ennek volt egy olyan aspektusa is, hogy a mostani német, liberális német vezetés, illetve az akkori világháborús német vezetés között próbált lényegében olyan párhuzamokat vonni, ami természetesen történetileg egyáltalán nem állja meg a helyét. Dióhéjban ennyi a történet, Kuruc Infón fent van az egész hosszú cikk. Ez a közelolvasat ugye? Ez a történészi értelmezés. Igen, igen, mik igen. A dióhéjban levonható kultúrpolitikai következtetések erről? Ettől a konkrét esettől függetlenül is általában jellemző, hogy az úgynevezett fősodratú jobboldal emlékezett politikai szintéren
hogyha úgy tetszik, identitás politikai szintéren egyfajta másodlagos baloldalként funkcionál. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy olyan példaképeket, történelmi példaképeket, eseményeket emel be az ő identitás politikai terébe, amelyeket még a baloldal is elfogad. Tehát azt hiszem, hogy ez tökéletesen illeszkedik ez az eset, hát ez tökéletesen. Ebbe a narratívába. Tehát a rendszerváltás óta ez tapasztalható, hogy olyanokat emel piedesztára, vagy olyanokat tisztel a fősodratú jobboldal, most itt Magyarországon ez a Fidesz, amelyet még a baloldal is megenged neki. Tehát ez ugye nyilván további kérdéseket vet fel, hogy mik ennek az okai, de nyilván ezen műsor keretei ezt nem teszik lehetővé, mert időben nagyon hosszúra nyúlna. Hát erről éjszakában nyúlóan lehetne beszélni, hogy lényegében a saját szájízük szerint, politikai szájízük szerint, hogy a nyugattal vívott álszabadságharcokat ugye milyen hamis történelmi párhuzamokkal vannak azért egyébként kivételek, pozitív kivételek, amikor nyilván nem a fősodratú jobboldal munkálkodásainak köszönhetően, hanem ugye a mi közegünknek a harcai miatt, de mégis eljut a fősodratú jobboldalba is bizonyos szinten, ilyen egyébként a budavári kitörés, tehát a 90-es években még ez egy nagyon szűk szegmens által fontosnak tartott évforduló volt, és ez az identitás politikai harc azért áttörte a hallgatás falait, és azért a mai napon már azért valamilyen formában a Fidesz is megszokott, ha alsóbb szinteken is emlékezni erről, tehát ezért is fontos ilyen dolgokkal is foglalkozni a mindennapi aktuál politikán túl is. Köszönjük a Jánosnak az átkötést, mert a lassú víz partot most, 2022-re fordulunk hamarosan, itt vagyunk a szilveszteri ünnepség előtt, nem tudom, hogy ti milyen mulatozást szoktatok csapni december 31-én. Az biztos, hogy a... Hát bocsánat, meg kell kérdezni a miniszterelnök urat, hogy nagy vagy kis szilveszter. Nagy vagy kis szilveszter lesz. Hogyha a hatodik oltást is magunkban nyomjuk, akkor Igen. Hogy addigra már hatodiknál fogunk tudni tartani. Nagyon sokan azt prognosztizálják, hogy minden eddiginél szorosabb lesz a választás a Fidesz és a balliberális tömb között. Ugyanakkor most megjelent egy harmadik út, mind a négyen érintettek vagyunk, ez a Mi Hazánk mozgalom, akik jelenleg a politikai palettán egyedül képviselik az oldatlanok jogait, és még az ehhez társulandó diszkriminatív intézkedéseknek az elutasítását. Azt láttuk, hogy a karácsonyi hetekben közvetlenül 3000 embernél is többet vitt az utcára a Mi Hazánk a vidéki tüntetésein. Ugye novemberben a párt az Alkotmánybíróság előtt tüntetett, ha jól emlékszem, ti hogy látjátok, milyen eredményre számítotok, akár a Fidesz, a balliberális tömb tekintetében, akár a harmadik utas Mi Hazánkat idejével, Dávid? Hát én jelenleg úgy látom, hogy végül is teljesen mindegy, hogy most a globalisták fognak nyerni, vagy a Fidesz, ugyanis az oltáspolitikájuk, illetve a teljes Covid-diktatúra kiszolgálásával egyértelművé tették, hogy ők mind a ketten az új világrendet szolgálják ki, csak lényegében módszerek mások, de a célok ugyanazok. Tehát itt valójában nem arról van szó, hogy két oldal van, meg egy harmadik alternatíva, hanem van egy oldal, amin a globalisták és a Fidesz van. Itt lényegében arról dönthetünk, hogy nyíltan nemzetellenes politikát szeretnénk, vagy pedig egy nemzeti máz mögé bújtatott neoliberálist, és a másik oldalt pedig egyedül a Mi Hazánk van, amely a népet próbálja szolgálni, és nyíltan szembe megy a Covid diktatúrával és az új világrenddel. Abszolút így látom én is, hogy ebben és még sok más témában ugye két pólus az valójában egy. Ennek ellenére nyilvánvalóan a harmadik utas narratívát, mint elnevezést, azt tartjuk akár publikációinkban is. Tehát, hogy ezt meg kell tartani, illetve éreztetni kell ugye a választópolgárokkal, hogy itt van valódi alternatíva is, ezt éreztetni meg kell mutatni, valódi alternatívát kell nyújtani. Nem biztos, hogy ezzel a válaszommal népszerű leszek, mert mindenki szereti az esélylatolgatásokat. Most az, hogy szerepelünk majd jövőre, én azt nem tudom így megmondani. Ásotthalmon is kikerültet, pedig akkor is kérdeztetek, de emlékszel, ott is elkerültet. Ezt mindig kikerülöm, ezt akárki kérdezi, ezt kikerülöm. Egyetlen egy dologban hiszek ténylegesen, nem kettőben. Az egyik az az isteni segítség, ez az első, a másik pedig a kemény munka. Az majd megmutatja, hogy szerepelünk, ezt így innen megmondani. Nem tudom, de nem is akarom igazából. Ez a két dolog, amiben hinnünk kell, és akkor biztos, hogy minden rendben lesz, én így gondolom.
Hogy látod, merre ez a radikális jobb oldal? Tökéletesen felvázolták, hogy mi a helyzet. Nyilván belemeltünk abba, hogy áll most a Fidesz támogatottsága, hogy áll a balliberális oldal támogatottsága. Túlzottan egyébként ez nem a mi dolgunk. Tehát ugye, míg a Fidesz egy lassú nemzethalálhoz vezet, a balliberális oldal egy gyorsabb nemzethalálhoz. Nyilván azért erre lehet azt mondani, hogy van különbség, de úgy fentről rátekintve nincs, tehát végeredményben ugyanaz. Hogy a Mi Hazánk mozgalomnak milyen esélyei lehetnek a jövő évi választásokon, én azt gondolom, hogy meglehetősen jó. Számszerűsíteni én se fogom. Jó, de nem vagyok probléma ez. Nem csak én kerülöm meg ezek szerint. 7,32. Tehát lehetne mondani, és akkor vagy bejön, vagy nem, és hogyha bejött, akkor mondhatom, hogy na ugye én megmondtam. Török Gábor is, azt mondta Márki-Zay győzelmi esélyre, hogy vagy nyer, vagy nem. Ennyit én is tudok mondani, de minden esetre keményen kell dolgoznunk azért, hogy minél erőteljesebben, hitelesebben meg tudjuk jeleníteni ezt a magyar érdekű alternatívát, a harmadik utat, és akkor én azt gondolom, hogy nem fog elmaradni az eredmény sem. Tehát a visszajelzések, amiket országszerte látok, akár személyes megkeresések, akár e-mailben történő megkeresések alapján, én azt látom, hogy határozottan növekszik a szimpátia és az érdeklődés a Mi Hazánk politikája iránt. Tehát ha még mondjuk egy-két évvel ezelőtt azt mondtam volna, vagy azt mondhattuk, hogy a Mi Hazánknak a fő versenyhátránya az, hogy egyáltalán nem is ismerik az emberek, én azt gondolom, hogy most már azért ezt az akadályt leküzdöttük, tehát van egy kellő országos ismerettsége a pártnak, és azt hiszem, hogy ebből kifolyólag az eredmény sem fog elmaradni. Mert amit mondunk, azzal viszont egyet értenek a tisztességes, becsületes magyar emberek, csak el kell, hogy juttassuk hozzájuk. Én kicsit aggódtam, hogy itt az évet a lassú és a gyors nemzet halállal fogjuk lezárni, de akkor végül sikerült ezt egy pozitívabb, a mi fajtánk szemszögében egy pozitívabb mederbe terelni. Nagyon szépen köszönöm egyrészt a ti részvételteket is, Ábrahám Barnabásnak, Gyernár Dávidnak és Lantos Jánosnak, és a kedves nézőknek is köszönjük az egész éves figyelmüket. Jövőre találkozunk, boldog új évet kívánunk! Boldog új évet! Boldog új évet! Boldog új évet! Sziasztok!